Sziasztok, jó reggelt! Üdv egy újabb napi vlogban. Nagyon vicces, hogy kb. Ott folytatom ezt a videót, ahol az előzőt lezártam, de az helyzet, hogy ezt most reggel tettem a hajamba, nem így aludtam. Nagyon kíváncsi vagyok, hogyha csak egy rövid ideig van benne, egy icipicit beüzeztem a hajam, akkor mit fog csinálni és működni fog-e. Nem akartam most sütögetni a hajamat, de szeretnék nektek majd egy napi vlogot csinálni, és kicsit káosz volt a fejem. Úgyhogy ezt helyrehoztam. Egyébként nincs már nagyon különleges tervünk, egy dolgot kivéve, egy orvosi időpontot, ahova nyilván nem fogok titeket elvinni magammal, egyébként minden oké, és ez csak egy ilyen általános check, úgyhogy nagyrészt itthon leszünk, egyébként kettesben vagyunk ma Emmával, mert Dávid bement dolgozni, ilyenkor bent dolgozós napja van. És igazából a mai vlognak a témája, vagy amikről szeretnék veletek beszélni, hogy ismét beindultam, és szeretnék néhány dolgot változtatni a lakásban. Ezek abszolút nem nagy változtatások, és van azért némi apropója is a dolognak. Lehet, hogy a nappaliban az egyik fal részt egy picit át kell alakítani, hogy jól működjön videó háttérnek, vagy podcast háttérnek, felvételi helynek is, és ez tényleg tök kevés változtatást igényel, viszont néhány olyan dolog, amit már vagy régóta szeretnénk megcsinálni, vagy ilyen kis apróságok, annak most ez egy jó lehetőség lesz. És nagy dilemmában vagyok, mert az egyik, amit szeretnék, az az, hogy egy kicsit több színt hozzunk be a lakásba, azért most már van, de azért láthattátok az elmúlt időszakban a ruhatáromon is, hogy sokkal több színt hordok, mint ezelőtt, és nagyon-nagyon elvezem, és szeretem magam körülvenni velük. Nyilván válogatott színeket, a meleg árnyalatokat szeretem az otthonunkban is, meg a ruhatáromban is, de azért ezekből is van bőven, amit lehet használni. És itt a hálóban például, igazából kb. Az egyetlen változtatás, hogy szeretném ezt a falat, tehát ami most az ágy van, lefesteni valamilyen színre, tehát mint egy ilyen accent wall, nem tudom, hogy szokták ezt magyarul mondani, tehát amikor egy négy falu szobának az egyik falán van csak valami szín, tehát hogy ez egy ilyen kiemelkedő dolog, és nagyon nagy a dilemma, hogy milyen szín legyen, mert amit én itt szeretnék, három szín van a fejemben, mind a három a képen van. Rózsaszín, sárga és a narancs terrakotta, tehát ezeknek így az árnyalatai, de mindegyiknek nyilván egy ilyen melegebb, akár sötétebb vagy világosabb, de paszteles árnyalata. És az a helyzet, hogy itt van ez a kályha, amivel egy ilyen nagyon szeretem-utálom kapcsolatot ápolok. Nem is tudom, azt gondolom, hogyha jól van körülvéve dolgokkal, színekkel, akkor tök jól tud működni, de volt már olyan, hogy azt éreztem, hogy minek van ez itt. Egyébként nem is használjuk, tehát hogy ez csak egy kályha, amit lehetne amúgy használni, de mi nem használjuk, mert nincs rá szükség. Igazából, úgyhogy vagy az lesz, hogy ehhez a kályhához szeretném ezt a falat festeni, tehát hogy kvázi beolvadjon, nem teljesen, de hogy így egységes legyen ez a fal, vagy pedig egy ilyen abszolút narancsos terrakottás árnyalat, és most ide raktam a zsarokba néhány dolgot, például ezt a plédet, amink van. Van ez a fotóalbumunk, aminek nagyon-nagyon szeretem a színét, és azért is tettem ide, hogy így megnézzem, hogy milyen lenne mondjuk egy ilyen rendesebben terrakottás narancsos fallal ez a kályha, és szerintem amúgy ez is tudna működni nagyon-nagyon jól. És hogyha ebbe az irányba megyünk, akkor ez lenne a fal szín, és lehet, hogy vennék egy rózsaszínes függönyt, mint a nadrág rajtam. Nem tudom, és akkor ezek lennének a színek, amiknek így az árnyalatai visszaköszönnek, de itt más bútor vásárlás meg ilyesmi abszolút nem lesz. Az íróasztalomat lehet, hogy át kell majd idehozni, és akkor az itt a szekrényeknél lesz. Úgyhogy ez a hálószoba, és nagyon szeretem a citromsárgát is, vagy a mustársárgát, de úgy érzem, hogy ez már túl sok lenne. Szóval, hogyha narancs, meg citromsárga az... De lehet, hogyha valami kis részlet van, na mindegy. A lényeg az, hogy a fallal kell kezdeni, ezt kell kitalálnom, hogy milyen legyen. És lehet, hogy fogok venni néhány festékszínt, és így tudjátok, ilyen felfestek ilyen kis mintákat, és megnézem, hogy melyiket érzem a legjobban, vagy érezzük a legjobban nyilván. És hogyha az megvan, és el van döntve, akkor utána lehet tovább menni.
Nagyon szeretnék elmenni a látomás szőnyegboltba, mert nagyon szeretem az ő szőnyegeiket, és ott nyilván sok színes szőnyeg van. Úgyhogy, ha találok olyat, ami a fő színt is magával viszi, tehát egy narancsosabb szőnyeg, és abban vannak egyéb árnyalatok, akkor az is tök jó, és azzal is itt lehet már társítani dolgokat. Szóval nyilván nekem az fontos, hogy azért a színpárosítások azok meg legyenek, és legyen egy ilyen egységes összhatás az egésznek, de most már nem gondolom azt, hogy ez csak úgy lehet elérni, hogyha minden bézs vagy fehér. Úgyhogy, ja. Szóval ez egyet a hálóban, és majd a többi szobát is meg akarom nektek mutatni, de most megyek, és elkezdődik a reggeli rutinunk Emmával. Az a helyzet, hogy ma is iszonyatosan meleg van, úgyhogy nem nagyon van étvágyam annál több, mint hogy csináljak egy ilyen kis joghurtos gyümölcs turmixot. Emmának pedig van még itt egy croissant, amit tegnap sütöttem. Tudjátok, ilyen készen kapható leveles, vagy nem leveles, hanem élesztős vajas tésztából. Nagyon-nagyon finom. Itt a konyhában az a helyzet, hogy azt hiszem meséltem már egy korábbi videómban, hogy az egyetlen DIY projekt, amit hát megbántam, az ez a csempézés volt itt, ez a fake csempézés. Mert videóban meg képeken szerintem egyébként jól nézett ki, abszolút, ezt akkor is így gondoltam, és azóta is így gondolom, de való életben azért látszott, hogy műanyag, és a sütő, vagy a gáztűzhelynél ugye el is kezdett megolvadni, amire előre tudtam, hogy jó esély van rá, és meg is történt, és utána nagyon szarul nézett ki. Úgyhogy elkezdtem leszedni ezt a műanyag csempét, amit itt láttok mögöttem, itt meg fönt van, de majd megmutatom, hogy hogy néz ki, ahol nincs. És nem olyan nehéz leszedni, bár a körömnek nem barátja, viszont ugye a ragasztót is le kell kaparni alóla. Nem lehetetlen a dolog. Van, ahol jobban ott maradt a ragasztó, valahol tök jól néz ki már most igazából, de azért utána fogok nézni, hogy mivel érdemes ezt úgy letisztítani, hogy ez ne legyen probléma. Mennyi ez a benne? Nézd, mit a croissant? Ti nagyon fincsi. Nem. Jó. Akkor mindjárt kapsz te is ilyen joghurtos, epres, banános dolgot, jó? Úgy néz ki, hogy csak nekem ízlik a reggeli, amit csináltam, de ez előfordul néha, úgyhogy ez a valóság. Egyébként a délelőtt a szabadban akarom tölteni Emmával, elmegyünk sétálni, meg a játszótérre. Viszont ez az kell, hogy előtte előkészítsem az ebédet, mert hogy előfordul néha, hogy mire hazaérünk a délelőtti sétából és játszásból, már nem marad elég idő megcsinálni az ebédet, mert hogy túl álmos lesz és hamarabb elalszik. Úgyhogy egy salátát fogok csinálni, amit mostanában nagyon szeretünk Dáviddal. És ehhez a csirkét fogom előkészíteni, amit igazából csak felvágok kockákra, és bepálcolom a kerti zöld fűszereinkből készült pálcba, amit majd mindjárt kimegyek és levagdosok, és egy picit megmutatom nektek a kertet. Úgyhogy ezt fogom csinálni, és aztán megmutatom a salit is. Egyébként Emmának nem salit adok nyilván, úgyhogy szerintem vagy főzök hozzá is neki, vagy egy kis krumplit, mert ezeket nagyon szeretik. Szóval van ez a két magasságyásunk, egyet, illetve három, ha nézzük azt, hogy van ott középen az a pici is. Az egyikben most van itt a rukkola, ami ugye most már évek óta nagyon jól érzi itt magát, és nagyon nagyra szokott nőni, így leomlik az egész magas ágyásból, és van három paradicsomunk, ez az egyik, ő áll a legügyesebben vigyázva, és mert hatalmas paradicsomok vannak rajta, de még nem pirosak. Itt a másik, őt egy kicsit jobban ki kéne támasztani, mert amúgy rajta is rengeteg van ott alul, ha látjátok, és ő pedig a harmadik, aki meg így leomlik így mindenfelé, rajta is sok van, úgyhogy ez majd egy fontos projekt lesz mostanában. Ez itt egy bazsalikom, aki nem érzi olyan jól magát, mint a másik, aki itt van ebben a cserében. Tavaly is ugyanebben a cserében volt egy bazsalikom, ami hatalmasan nőtt és nagyon jól érezte magát. Ugyanaz egyébként, a kettő ugyanakkor vettük, ugyanott. Úgyhogy bazsalikomot fogok vágni, hát talán egy kis rukkolát is, illetve itt alul van a két tök ebben a kisebb magas ágyásban,
ott van snidling, abból is vágok egy picit, ott hátul van petrezselyem, abból is, és ez a másik fűszernövényes magaságyás, amiben van itt egy haldokló növény, ez nem ide tartozik, de ő a, jaj, milyen is, fokhagyma, snidling, nem tudom, hogy milyen neve, valamilyen japán snidling, azt hiszem, ez a kakukkfű, ez az oregano, amit így frissen én nem tudok használni, mert semmi oregano íze nincs, nem is értem a dolgot. Ez pedig itt a csodálatos rozmaring, amit mindig teszek ilyen pálcokba, úgyhogy ebből is fogok vágni. Na, úgy készül ez a gyors pálc, hogy belerakom ebbe a kis mixerbe a zöld fűszereket, és szoktuk újra felhasználni, vagy hát nem újra felhasználni, hanem elhasználni. Ez csak a szájított paradicsomnak a maradék olaja, amiben vannak ilyen fűszerek is. Úgyhogy ezt is beleöntöm. Szoktam bele még külön fokhagymát is rakni, de most lehet, hogy nincs kapacitás. Úgyhogy így marad, és egy kis sóborsó kerül bele. Közben megfőztem a rizst. Na nézzük, mit tud másfél óra. Én már folyik rólam a víz. Hello! Egyáltalán nem rossz. Főleg ahhoz nem, hogy összekössem, mert annyira meleg van. Na jó, indulás. Íme a kedvenc salátánk mostanában. Alul van ilyen jégsaláta most, de van, amikor keveréket használunk. Sok kukorica, szárított paradicsom, tudjátok, az, ami ilyen üvegben lehet kapni olajban. Aztán van benne újhagyma, és ez a csirke, amit rátettem, illetve parmezánt szoktunk mindig rá szórni, vagy éppen így, tudjátok, így szeletelni, hogyha olyan van itthon. Ez pedig itt a saláta öntet, ami ketchup, majonéz, fokhagyma, egy kis olaj ebből a paradicsom, szárított paradicsomos dologból, sóbors fokhagyma, isteni finom. Egy óra van most, és Emma alszik, ami egy nagyon-nagyon jó hír. Nem volt olyan sima ez a délelőtt, mint nem tudom, szokott, vagy mint gondoltam, hogy lesz. És nem tudom, hogy mennyit, vagy hogyan, vagy mit meséljek nektek róla, de egy kicsit azért szeretnék. Nem történt semmi extra, inkább csak az, hogy milyen gondolataim vannak így a... Nagyon szeretem a rugalmasságot, amit a szülőség hozott az életembe, és azt, hogy abszolút a válaszkész nevelésben hiszünk, és nagyon próbáljuk azt nézni, hogy... Tehát ahelyett, hogy ilyen nagyon szoros napi rutinunk lenne, és mindent előre elterveznénk, és csak azért is véghez vinnénk, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen... Számomra ez egy ilyen feszültségforrás lenne, és a feszültség az, amire nincs semmi szükség az életünkben, vagy egy kisbaba életében, nagybaba életében. Úgyhogy a rugalmasság ilyen szempontból nekem nagyon fontos, és az, hogy így tényleg tudjak reagálni a dolgokra, arra, amilyen napunk éppen van. És ezt én nagyon szeretem, és nagyon jól is működik nálunk, viszont nyilván vannak dolgok, amik meg mégis meg kell, hogy valósuljanak, például egy ebédfőzés, vagy az, hogy akinek van gyereke, kisbabája, az valószínűleg tudja, hogy ahhoz, hogy az alvások rendben legyenek, időben, meg mennyiségben, meg minden szempontból, azért az kell, hogy elfáradjon a gyermek. És most például túl meleg volt elmenni a játszótérre, végül úgy döntöttem, hogy nem megyünk ki, úgyhogy gondoltam, itthon leszünk az árnyékban, a kertben, hatalmas szerencse, hogy nekünk egy ilyen opciónk is van. De valahogy így az sem működött, és aztán amikor így azt láttam, hogy jó, akkor ma bent leszünk a lakásban, akkor egy kicsit így megijedtem, hogy fog elfáradni a kisasszony, és akkor mikor fog elaludni. És hát ilyenkor az olyan jól kitaláltam, hogy mi lesz az ebéd, mi lesz a program, mit fogunk csinálni, mindenki jól fogja érezni magát. Tervek is így azt mondják, hogy nem, újra tervezés, és néha úgy látszik, hogy még mindig... nehezemre esik ez. Az utóbbi időben egyébként volt néhány dolog, amit ugye ettől függetlenül saját magamnak munkában, vagy ilyesmi elterveztem, és aztán nem tudott megvalósulni, és annak ellenére, hogy úgy éreztem, hogy ott a helyzetben ezt abszolút el tudtam fogadni, és nem volt problémám ezzel. Lehet, hogy így hosszú távon, vagy utólag mégiscsak így kidugja a fejét néha ez, amikor sorozatosan történik meg ez a helyzet.
Úgyhogy ilyesmikkel szoktam én néha küzdeni, így szülőként, de ilyenkor mindig igazából arra jutok csak, hogy meg kell állni egy pillanatra, és realizálni, észrevenni, hogy ez nem probléma. Minden meg fog oldódni, attól leszek csak feszültebb, hogyha magamat feszülté teszem, és hogyha azt tudom mondani egy pillanatra, hogy ezek a dolgok nem annyira számítanak valójában, és nem tudom, egy kis perspektívát tudok behozni az egészbe, akkor nagyon hamar rájövök, hogy minden oké, és nem is hiszem el, hogy ilyen hamar elaludtam, mert ez egy nagyon ideális időpont nekünk az alvásra. Úgyhogy végül minden rendben lett, ezért ilyenkor azt érzem, hogy csak saját magamnak kell egy kis időt adnom ilyenkor, mert ez egy olyan helyzet, amit nagyon sokszor nagyon simán, könnyen, jól tudok kezelni, és 10-ből egyszer-kétszer pedig nem, és annak mindig van valami oka, amit saját magamban keresek. Úgyhogy ezt az alvás időt mire fogom használni? Millió és egy dologra tudnám. Pont azért, mert ugye elkezdtük a lakásba megint nézni, most, hogy a kert az nagyjából kész van, hogy mik azok, amiket tudunk csinálni. Nyilván jönnek az ötletek egymás után, és ilyenkor így betervezem őket, és jaj, de jó lesz ezt is, meg azt is, meg azt is megcsinálni, és sokáig a mosogatásig, sokszor a mosogatásig sem jutok el, úgyhogy ez egy ilyen, de megpróbálom egy kicsit így lelassítani magam, és nézni fogok egy picit a sorozatomból, amit most nézek, és akartam nektek mesélni róla. Most egy ideig nem néztem semmit, így mióta nincs skip intro, amikor végre lett az évadnak, azóta így valahogy így abba hagytam így dolgok nézését. Viszont most találtam egy sorozatot, amiről valakivel beszéltem közületek Instán, de sajnos nem emlékszem, hogy ki volt. Trying a címe, és egy pár van a főszerepben, akik hát gyereket szeretnének, és az IVF nem sikerül nekik, és azt is mondják, hogy nem sok esély van rá, úgyhogy nem annyira érdemes újra próbálkozni, és elindulnak az örökbefogadás útján. Nagyon-nagyon jó téma, nagyon fontos téma. Nagyon remélem, hogy jó lesz ez a sorozat, és jól tudnak erről beszélni, bár az örökbefogadással kapcsolatban nagyon-nagyon kevés információm van, viszont nagyon érdekel. És egyszer már elkezdtem nézni, és aztán valamiért abba hagytam, de hogy 10 perc után az első részből szerintem csak nem voltam olyan hangulatban, vagy nem is tudom, hogy mi volt a baj, de most újra elkezdtem, és imádom. Csodálatos, nagyon vicces, nagyon kedves, nagyon valóságos, és egy csomó olyan dolog van benne, amit nem nagyon szoktunk látni ilyen sorozatokban, és nagyon frissítő látni egy ilyen teljesen átlagos párt, akinek nincs ilyen indoklatlanul sok pénze, vagy egy csomó olyan dologba ütköznek bele, amit szerintem az átlagember is ismer a saját életéből, és ez nagyon, nagyon jó, hogy ezt látjuk rajtuk keresztül, arról nem is beszélve, hogy a helyszín, ahol játszódik, az, ahol voltunk Angliában konkrétan most múlt héten végén, úgyhogy nagyon vicces volt látni így elsőre, hogy pont ebben az utcában sétáltunk 3 nappal ezelőtt, és aztán nézik egy sorozatot, ami ott játszódik. Úgyhogy nagyon imádom, és ajánlom nektek is megnézésre. És hogyha úgy döntöttem, hogy elég lesz ennyi ebből a sorozatnézésből a nagyon-nagyon értékes alvás időben, akkor valószínűleg még elkezdek néhány dolgot csinálni. Ami ilyen átalakítós pici apróságok, az mondjuk a konyhát meg a Emma szobáját érinti, amit most csinálhatnék, és ezt nem fogom nyilván, mert ott alszik. Itt egyébként a nappaliban talán egy kis festést tervezünk, meg kivinni innen az íróasztalomat, meg a fotelt átvinni Emma szobájába. Lehet, hogy ma ezt le is próbálom, hogy néz neki ott. És vettünk néhány, két lámpabúrát, az egyiket Emma szobájában, ami a kis testvére annak, mint ami nekünk a hálóban van, és nagyon-nagyon szeretjük. A másikat pedig a fürdőszobába, ahol a fürdőszoba felújítás óta nem sikerült még vennünk egy mennyezeti lámpát, úgyhogy ezt most mindjárt kibontom és megmutatom nektek. Ilyen, úgy néz ki, mint egy váza, nem az. Egy ilyen üvegbúra, ami kicsit szürkés, de igazából szerintem olyan, mintha fekete lenne, csak ugye áttetsző, transzparens, és ennek van egy ilyen, tehát hogy így fog kinézni majd a mennyezeten. Szerintem nagyon szép, tök izgi, és ugye a fürdőben sok ilyen arany részlet van, vagy sárga rész, nem tudom, minek hívjuk, és ugye van néhány fekete dolog is, és még a szappantartónk is hasonlít ehhez, bár más színű, de az is ugye ilyen üvegből van, és egy kicsit ilyen mintás felülete. Szóval nagyon klassz szerintem,
Ezt tegnap este már nem sikerült felraknunk, de majd lehet, hogy ma össze fog jönni. És tök jó lenne. Egyébként, amit ideális esetben terveztem volna a mai alvás időre, hogy a kert mellett igencsak szüksége lenne a figyelmünkre és gondoskodásunkra a szobanövényeinknek is, amik most mindannyian a konyhában vannak jó magasan, mert az összes, amikor megszületett, akkor az összes szobából begyűjtöttem a növényeket, nyilván a hálóba se akartam, hogy legyen, mert ki tudja, és feltettem őket magas helyre, és nagyon nagy szükségük lenne egy átültetésre egyrészt, másrészt pedig új helyet is akarok keresni néhányuknak, mert most már úgy jobban merném berakni több szobába, még úgy is nyilván, hogy még mindig magasra, hogy ne tudjanak ma hozzáférni, de hogy például a hálóban is tök jó lenne egy, meg Emma szobájában is van egy nagyon régi makramé, tudjátok, ilyen lógós növény tartó, nem tudom micsodám, amihez most vettünk egy polckonzolt, és azt akarom feltenni valahova magasra, és akkor arról lelógatni, meg most már tök szépen nő, és nagyon hosszú az egyik ilyen futónövény, amit majd így körbe lehet futtatni a konyhában, vagy akár két oldalról is elindulni. Úgyhogy szerettem volna egy kis időt velük tölteni, de nem annyira látom most, hogy ez bele fog férni, mert ezt így jó lenne egy az egyben megcsinálni, tudjátok, nem egy kicsit elkezdeni, aztán ott hagyni mindent földesen, koszosan, nem tudom mi, hanem rászánni x időt és figyelmet, úgyhogy nem biztos, hogy ez most meg fog történni, de sose lehet tudni, meglátjuk, és ilyenkor nyilván azért meg szoktam nézni az e-mailjeimet is, hogy van-e valami olyan fontos munkadolog, vagy bármi, amire válaszolnom kéne, meg az üzeneteimet is, mert sokszor azokat is ilyenkor válaszolom meg. Úgyhogy ez a helyzet most, és meglátjuk, hogy a délután milyen lesz, és mire jutunk. Most egy kicsit szusszanok. Szóval ez a kis testvére a lámpánknak, vagyis a lámpabúrának, ami a hálóban van, és szerintem nagyon illik ide Emma szobájába. Egy másik work in progress dolog pedig ez a székpárnából készült falvédő. Egy olyat szerettem volna, ami egyrészt a hideg, kemény fal helyett valami puhább dolog, és nem akartam csak egy sima falvédőt, valami vékonyat, hanem hogy ez egy ilyen kis kuckós hely, ahova így hátra lehet dőlni. Úgyhogy ez most egyre csak össze van varva két ponton, és valahogy fogjuk rögzíteni a falra. Az én ötletem az volt, hogy ilyen fal, igen, ilyen kis dolgokkal olyan helyre, hogy ne lógjon ki, de ugye ha kilóg, akkor is jobb, mint egy szög, mert hogy ez puha és kerek és stb. És akkor erre egy rá lehet akasztani tulajdonképpen több ponton, és akkor le lehet venni, kimosni. Viszont fixen ott van. Úgyhogy ez a terv, és remélem, hogy jól fog sikerülni. Nem akartam nagyon sok mindent Emma szobájába, és ez továbbra is így van, ehhez tartom magam, de néhány dekoráció még úgy érzem, hogy hiányzik. Olyan dekoráció, aminek van valami egyéb értelme vagy jelentése is, semmi túl sok, de például ezt nagyon-nagyon szeretem, és a napocskát sokat emlegetjük, meg van egyéb jelentése is, ami miatt nagyon kedvelem, ezt a H&M Home-ból rendeltem, szóval nem egy nagyon különleges darab, de nekünk az, és azért nagyon szeretem, és ilyesmiben gondolkodom még, hogy lehetne az IKEA-ban például lehet kapni ilyen felhő alakú lámpát, azon már nagyon régóta gondolkodom, de egyelőre még azt nem vettük most meg. Itt az egyik növényünk, ami már egészen hosszú, ezt tegnap raktuk ide azt a kis ugyanilyen kampót, hogy arra menjen tovább, és majd esetleg mehet végig ezen a csövön. És ez a másik is ahhoz tartozik. Ez a polc, ez mindig elbillenik, úgyhogy azért nem szoktunk semmit tárolni, főleg olyat, ami nehéz. De hogy itt fönt vannak még virágok, amiket el kéne helyezni. Ez a cső egyébként egy olyan dolog, ami mindig is idegesített, hogy ez így itt kívül van, és így látszik, és nem tudom. Úgyhogy arra gondoltam, hogy megpróbálom lefesteni
ilyen aranyszínűre, vagy ilyen sárgarézre, és akkor ez nem egy ilyen idegesítő látvány lesz, hanem valami izgi részlet, illetve ezeket a kábeleket sem sikerült még elrejtenünk, úgyhogy ilyesmi dolgok vannak, amiket így szeretnénk kijavítani, és így néz ki most ez a csempe, hogy csak leszettem róla egyelőre ugye azt a műanyag burkolatot, és azért látjátok, hogy a ragasztó az még itt van, nem volt még időm így kapirgálni, meg rendesen letisztítani, de itt például sokkal több van, ez látszik, ez borzasztóan néz ki. De szerintem jó lesz, rá kell szánni egy kis időt erre is. És Emma egyik szobája az, amiben mindenképp szeretnék egy ilyen színesebb szőnyeget a látomásból. Itt ugye a padlószőnyegre fogjuk rátenni, de szerintem ez teljesen jól tud működni, és az lenne a cél vele, hogy több színt, mintát hozzunk be vele ide is. Szóval épp, hogy hazaért a férjem, és már is szereli fel a lámpát a fürdőszobába. Ez kis túlzás. Hazaért a férjed, és megnézi, hogy mit kell ezzel csinálni, hogy van-e mentális kapacitása, meg is csinálni. Mert ne álljatok neki olyan dolgokra, amikhez nem értetek, hogyha nincs elég mentál kapacitásotok, ahhoz, hogy feldolgozzátok a kudarcot, bejárhat. Őszintén nem teljesen emlékszem, hogy miket vettem fel az utóbbi néhány alkalommal, de voltunk az orvosnál, meg elmentünk vásárolni, meg elintéztünk néhány dolgot, hazajöttünk, én kiporszívoztam, de felszerelte a lámpát, két körben, de sikerült neki. Zéro áramütés! Azért, hogyha valaki tudja, hogy hogy kell földelni, megírhatja kommentben egyébként, mert... Most már nem kell, megoldottuk. Ezt nem tudom, hogy megoldottam-e. Leszikszalogoztam a földkábelt. Az jó? Szerintem jó. És szerintem ma már nem fogunk több dolgot szerelni. Ja, hát nem ültettem át semmit, de egy kis tápoldatot adtam ennek a növénynek, és ide beköltöztettem a szobába. És mikor csinálunk salátát? Majd egyszer, ha lesz rá időnk. Keresztül húzza az élete számításainkat. Most már egy pár napja akarunk csinálni nektek egy salátát. Mert nem nektek, hanem így... De ma kvázi értitek. Megcsináltam egyébként, csak nem, még nem lett annyira extrás. Hát persze, mert nem voltam itt. Igen, de most szerintem... A pezász. Anya. Megyünk fürdetni. Esti rutin játék, pakolás, szokásos dolgok. Azt is tudjátok, hogy a lányunk miért kezdte el azt mondani, hogy tuna melt, engem az is érdekelne.